te a Süti Márton Gábor átnézni ezt a szabálykönyvet, hogy is kell ezt a focit játszani? Hát egyetértek vele. Aki látta a tegnapi Zalaegerszeg-Újpest mérkőzést, az egyetérthette a Tea Sütivel, hogy is kell ezt a focit játszani, de aki esetleg a Kisvárda Diósgyőri vendégjátékát látta, az hát az a 11-es az mindent elmond a magyar bírói karról, a VAR-ról és a többi. Hát én vagyok nem vagyok egy nagy Kisvárda szurkoló, sőt, hogyha lehetne választani, bár a műsor címe Semleges térfél, akkor azt gondolnám, hogy inkább a Diósgyőr az, akinek az, akihez közelebb állok, de ez a 11-es, ez valami katasztrófa volt. Az egyetlen pozitívum ezen a mérkőzésen talán a nézőtér volt, akik megtöltötték a lelátókat, jó hangulatot varázsoltak, de hát ezt már megszokhattuk, de azt gondolom, hogy ez a 11-es, ez igazságtalan volt, nem? Most így őszintén. Most ne azt nézzük, hogy hányszor értek hasonló szituációban kellemetlen élménye a diósgyőrieket, hanem kifejezetten ezen a mérkőzésen, és még vissza is nézte. Tehát a játékvezető vissza is nézte, én nem tudom, tehát valami késleltetett reakcióval lehet 11-est kapni. Tehát én nem is tudom, hogy egyetlen hozzáért a kispárdai játékos. Tehát ezekből a szituációkból képet lehet kapni a játékvezetői kar felkészültségéből, hogy egyáltalán van értelme egyáltalán a VAR-nak, hogy eldöntöm egy egyértelmű kamu 11-esre, amit megevett a bíró, és most vegyük jó értelme, vagy inkább gondoljuk azt, hogy megette a bíró, és nem gondolok másra, de hogy aztán vissza is nézi, és aztán tisztán lehet látni, hogy ha volt is kontakt, akkor utána nem tudom hány másodperccel később reagálta le a helyzetet is, és akkor ebből 11-es? Hát én nem tudom. Hát utaltunk arra, hogy a Szabival fogunk majd csinálni különböző olyan videókat, amiben ecsetelni fogjuk, hogy miért nem működik ez a magyar labdarúgás nevű történet itt kis hazánkban. Hát az egyik szegmens ez a játékvezetés és annak a minősége, annak a szakmaisága, annak a vezetése, mert egyszerűen minősíthetetlen, ami itt folyik. Tehát nincs egyfajta olyan játékvezetői stílus Magyarországon, amihez lehetne alkalmazkodni. Hogy folyamatosan, tulajdonképpen most már az is jó lenne, hogyha folyamatosan tördelnék a játékot, csak az ember tudna mihez alkalmazkodni. De az, hogy egyik héten egy kis kontakt után rögtön sárgalap, és 11-es, utána másik héten pedig a nyilvánvaló szabálytalanságért semmilyen retorziót nem kap a játékos. Tehát ez elképesztő, és ráadásul ami a legjobban zavar, amit talán a legjobban várna minden futball szerető magyar szurkoló, hogy legyenek nyilvánosak a játékvezetőket ért büntetések is. Tehát úgy, hogy egy fegyelmi bíróságnak vagy fegyelmi tárgyalás határozatát szokták közölni a hét közben, hogy tudom én, Kovács Géza játékos elkövetett szabálytalanságért 2 mérkőzésre való eltiltást kapott, és a többi mennyi pénzbírságot kapott, és a többi. De miért nem lehet a játékvezetők által elkövetett bűnökért, vagy szakmaitlanságokért kiáró büntetéseket is nyilvánossá tenni, hogy igenis lássuk azt, hogy a játékvezetők is azért kerülnek megfedésre. Ez egy nagyon nagy hiányosság a magyar focinak, és borzasztó igazságtalan, ráadásul úgy, hogy őket kéne legjobban ebből a szempontból premier plánba helyezni, hiszen ők részei a labdarúgásnak, tehát őtőlük kellene, hogy működjön, és nem ők a főszereplői. Tehát pontosan azokat, mint amikor egy klubot rendezői hiányosságokra való hivatkozással megbüntetnek 100 000-re, akkor igenis legyen nyilvánvaló az, hogy egy játékvezető, legyen nyilvános az, hogy egy játékvezetőt elmeszelnek 4-5-6-7 mérkőzésre. Tehát addig, amíg úgy hallottuk, Hanacsek Attilának hívják a játékvezetői testületnek a vezetéséget itt, vagy vezetőjét, addig itt nagyon nem lesz semmi sem publikus, nem lesz átlátható,
minden intézkedés szinte adhok jelleget ölthet. Tehát, hogy ezen a héten most a statisztikának erre van szüksége, hogy fejlődő tendenciát mutasson. Tehát olvastunk ilyeneket is szakmai fórumokon, tehát készítjük elő ezzel kapcsolatos videónkat a Szabolccsal, és holnap azért a heti összefoglalóban hát azért lesz mondani valónk, és nagyon remélem, hogy itt a vége, és a következő mérkőzéseken már nem a játékvezetők fogják majd a főszerepet betölteni, hanem maguk a játékosok. Nagyon várom egyébként a Ferencváros-Paks mérkőzést. Mondjuk azon behugyoztam, amikor azt mondták, hogy szuperrangadó. Tehát most már tényleg minden szuperrangadó itt az NB1-ben, de legyen szuperrangadó. Melyik mérkőzést milyen jelzővel kell illetni, de szuperrangadó, a Paks-Ferencváros. Jó. Legyen szuperrangadó. Tehát tulajdonképpen az első, a második helyzettel fog majd mérkőzni. Nagyon kíváncsi vagyok majd a paksiaknak a taktikájára, hogyan fognak pályára lépni. Nem jellemző rájuk, szeretném őket szídni, de azt azért el kell mondanom, nem jellemző rájuk, hogy agyon rúgják az ellenfeleket, és nagyon remélem, hogy játszani akarnak majd a Fradival szemben. És én nagyon remélem azt, hogy a Ferencváros pedig játszani akar majd, győzni akar majd, nem lesz fáradt a hétközi mérkőzés után. Nagyon várom a Varga Barnabás visszatérését, és azért nem támasztok túl nagy igényeket. Ez egy hosszú sérülésből visszatérni, azért biztos, hogy nem lehet azt elvárni, hogy rögtön ott legyen a toppon megint, de azt gondolom, hogy egy jó felkészüléssel, téli új regenerációval tavasszal majd megint ott lehet a gólszerző listának az élén, és jó lenne, hogyha megismertelné a tavalyi teljesítményét, a gólkirályi címet megszerezhetné, csak már a mi színeinkben. Hát igazán nem tudok túlságosan sokat elmondani, mert a következő mérkőzések most kezdődnek. Ha valaki látta esetleg, én nem láttam sajnos teljesen végig a szoboszlaiak mérkőzését, megint vesztett állásból kellett fordítaniuk, Dominikot lecserélték, Séfer András visszatért, Szalai Attila játszott, tehát tulajdonképpen ezen a héten azért jó dolgok történtek a külföldön pallérozódó játékosainkkal, de most nézzük az NB1-et, mert kezdődik a Videóton meccse. Akinek tetszett ez a videó, az kérem lájkolja, iratkozzon fel a csatornánkra, ossza meg, amennyiben tovább menne, akkor támogasson meg bennünket akár a szuperköszönettel, akár a leírásban található bankszámlaszámon keresztül, ezzel nagyban hozzájárulva a stúdió fenntartás költségeihez. Hát, annyit mondanék, hogy hajrá magyarok, hajrá magyar szurkolói kultúra, és ez mégiscsak a mi focink, úgyhogy ezt nézzük, semmi biszembaszom.